Üdvözlök mindenkit, ez itt ismételten a Revival FGC, egy különleges videóval szolgálunk ma nektek, ugyanis áprilisban pár napja volt Nice One Sunnak a születésnapja, happy birthday bro! Köszönöm szépen! És az ő tiszteletére, hogyis kedvenc karaktere a Potemkin, rendezünk egy Potemkin Only Potemkin Birthday Tournamentet itt a Revival FGC és a Mavic együttes népségéből és közreműködésével, és ma ezt vesszük fel, ez egy single elimination best of mennyi? Best of two. Best of... FT2! Best of three, bocsánat, FT2, best of three, yes. Yes, csoda. Let's go, itt meg igen, is FT2, köszönöm mindenkinek, hogy ennyire rendesek vagytok, és ennyien megjelentünk itt, és csinálunk egy jó potyemkin balhét. Ja. Itt aztán lesz minden. Én ma nem játszok, én a felvételért felelek. Na. De ezen kívül igazából nincs más hátra, mint hogy elkezdjük. Elkezdi az első páros. Így is van. Aki nem az... más, mint Peti. Piotron. Aki egyébként Potemkin main. Úgyhogy igen. Ő az egyik favoritünk erre a tournamentre. És FX ellen fog játszani. Nem tudom ki melyik oldalon áll. Ki állt be bal oldalra? FX a van Piotron. Bal oldalon, úgy látom. Nem, a Piotron a kislány. Áj, a Piotron a kislány a Potemkinnel. Hát ez tökéletes. Hát igen. Így is. Hát na jó, akkor én is jövök. Éppen beállok ide. Én megbeírom nekik, hogy let's go! Van mellettünk egy Bazalt is, aki pedig a többieknek a másik voice chatbe streameli a meccset, ezt az FT2-t. Oh, és már el is indult. Oh-oh, én nem vagyok benne. FX versus szarvattal is. Mankind knew that they cannot change society. Nem vagy benne? Instead of reflecting on themselves, they blame the beasts. Várjál. Na szépen adok neked egy Discord streamet. Thanks. És még végignézzük az intrópet is adni. Közben átmegyünk. Pirossal Peti. Igen. A licences FAB. És már megy neki, és a megapisztó! A megapisztó! Hoppá! Underfall, block, és van is a Buster-re! Let's go! Hoppá, ott az egy Elvis perc volt! Buster! Team első round! Potemkin Buster! Peti azért nem fogja amiba adni ezt a tornát. Beviszem, counter! Rögtön meg a pisztó, a block, hold burst! Ajaj, ott egy burst! Ojaj! Ujj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 j
Új, ott volt egy ötél. Elvis feltett a counteritek után. És úgy látom, Peti ismételte. Ennek a Reed-ek. Igen. Ennek a Potemkin mirror-ok. Egy Garuda. Szépen állítugrotta. Whitehead megint, Hammerfall-nal bevegy közelre is! Hey! Buster! Nem elég. Nem költi el a métert a killért, de utána a Jump P meghozza az első meccset még hozzá. Jotronnak. Igen. 1-0. Kérjünk-e fix? Let's go fix. Meg a Fisto, Slidehead, ó, minden van. Meg kell izzasztanunk Petit. Ujj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 j
a Potemkin Buster per is. Ah, szépen kimenekült a sorokból, és nagy counter hit. Ó, oh, jaj. First cancel ezt a másik Cumber Fold. Ui, micsoda anti-air. Meg is lett volna belőle a kombó, de a fix elburstolt. Igen, burstolt belőle. Ui, szép! Ó, oh, jaj, szemfüles volt. Igen, és akár... Hát nem, sajnos nem volt métere. Ú, kiugrottál, basztok!
De az empty jump. Ááá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  Túlságosan el vagyunk foglalva itt a potemkinekkel. Új, mekkora gomb. Ó, jaj. Igen. Elég nagy volt. Éjjel, elvittem. Buster volt, jön a Hammer. Fó, szép! Let's go a hitmekről. HP-vel a Hammer fól elkapá, az egyik össze. Szép, Armor Slide Head-del. Vagy a spagetti. Igen, új, hova ida? A hitnek kömök itt. Kiugrott a Busterből! Vagy a tróból, nem is tudom, hogy ugyanez az animációja. De ezzel meghozza az első meccset 2-0-ra, Peti. Akkor én ki is töltöm közben a Shalonét. A Shalonzsot törsz ki. Aha, visszamegyünk Intermissionre, gyerekek. Ez egy micsoda befejezés volt az első körre. Atya. Közben remélhetőleg kiderül, hogy a következő meccset ki szeretnék kommentálni. Én még egy ideig itt bennmaradok, az biztos. És az első meccsünk le is ment. Közben, várjál, gyorsan megpróbálok itt. Tudok ide tenni egy bracketet talán? Nem baj, mert a videóra rászökeztem. Ha minden igaz, most láttok egy bracketet. Jó, én akkor visszamegyek a srácokhoz, megkérdem, hogy mi a helyzet, meg elmondom neki a kövi meccset, jövök mindjárt. Vagy, okay. Vagy nem. Vagy nem! Let's go! Azért remélem. Többi meccs egy kicsit már frappánsabban fog, vagy legalábbis marad itt valaki. Ne kelljen egyedül szóval tartalom minden kedves nézőt. Mind az ötöt. Aha. Hello, és már itt egy Danis. Szevasz, mi annyit nem is beszéltünk még. Hello. Nem, szia. Nem, de ami késik nem múlik, úgyhogy most mi lekommentelünk szépen a meccset. Szia FX, hogy érezted hello, magad ebben az FT2-ben Piotron ellen? Hogy is mondjam, várjál, hanyas karika van kint az izi a stream. Maradjunk PG-13. Igen, úgy érzem, mint akit betakartak ideg fölött. Aha! Manslaughter, hát ez az utcsó momentum, amikor kiugrott az izéből. Na, én rendszeres, szóval úgy gondoltam, hogy elmondom Potemkinen játszom, szóval akkor elmegyek a Busterre, de Peti az egy kicsit jobban résen volt, mint én, és tudtam, hogy Busterezni akarok, úgyhogy... Hát de nem hiába ő a Potemester, úgyhogy... Ez így, ja. Így alakult, igen. Mit lehet tenni. Na várjál, akkor nekem most... Én most akkor visszajoinolok akkor a Strive-ba, igaz? Mert hogy akkor... Igen, hogy nézd a gémet. Ezt bekelni kell. De... Hát is ott vagyok. Szia Geri, várjál még az FX nincs itt spektétbe, de ha gondolod, akkor belőletek egy Discord streamet is én is itt permanensen. Nem, mert Tsugekivel indítom, szóval sponsored by Tsugeki, by the way. Szóval. Not actually though. Kár, hogy nem mi. Nem tudom, hogy mennyi büdzséjük van a Tsugeki fejlesztőknek, de nem elég, az biztos. Hát az szabdikus. Amennyi időt megspóroltak az életemben eddig. Aztán elnézést kérünk a pauzéért, a többi meccset remélhetőleg már tudjuk kicsit pörgetni. A többi meccset már nem én fogom kommentálni, mert... No. Már a menübe vagyok, úgyhogy... Csak bemásom lobby kódot és jövök. Player meccs. Nagyon kérem, hogy ezek igazán erre a meccsre. Sanyi, VS, Erik, azt hiszem.
Nem, ez, ha minden igaz, az El Bundy és a Sanyi. Ja, El Bundy, igen, igen. Nem, nice. Az Erikkel játszik. Az Erik az Itachi Machi ellen fog játszani, ami ezután jön. Kíváncsi vagyok, ha Sanyinak a potem kinyíre, mert ő aztán nagyon sokat gyakorolt. Szóval... Ja, hogy... Hát, nagyon sokat. Elment egy meccset, és ezért... Önmagában az, hogy gyakorolt, az már... Gusztustalan. Húj. Szerintem, amit gyakorolt, az az, hogy megnézte, hogy mennyi a damage a Potemkin Buster-en, megnézte P2-n, és aztán konstatált, hogy mind a kettő ugyanannyi, elég volt. Na. Na, és már kezdünk is. Hú, nagyon kíváncsi vagyok. Mit gondolsz erről a matchupról? Erről? Azt mondom, hogy ez a Potemkinnek nem a legjobb matchup, hogy őszinte legyen. Hát szerintem átarmoroznak majd mindegyik múlva. Mirror az 10-0. 10-0 meccsap. Egyébként az exárdos időben egyébként mindig azt mondták, hogy a Potemkin mirrorok az ilyen a legszarabb mirrorok egyébként a játékban, mert ilyen hülyeségek történnek folyamatosan. De nem tudom egyébként, hogy itt mennyire carry over, de honest grappler meccsap. Ja. Az. Én amire kíváncsi voltam azok a színek, elégedett vagyok, ezek jó színek. Én is a jobb oldalsót vittem, de nem baj. Para Buster round start. Azaz, gyerünk! Ott is van! Rendben, nagyon jó, oké, rendben, ez már jó, jól na, ez a meccs. Oké, 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 szép volt a slider. A counter hit. Ujj, nagyon szép, oh, nagyon igen. Azaz. Új, stone! A kurva életben, jó. Azaz, szép lesz. Oh, ez szép már egy oké. Meccs. Oké, az nem ott semmi. Szép. Hát igen, azaz. Na mi lesz abban? Azt hittem, hogy Buster lesz. Szép a slide head, azt szép az hitted mi? Hát robotta, jó van. Aha. Jó, szép a pressure. Hittem, itt a következő heat extend az wall break lesz. Ajaj. Na, igen, szép a burst, jó volt. Na, igen. Szép. Az gyönyörű. Azért szép ez egy kicsit van. Kevésbé van sided match, mint az előző. Nem tudom, hogy ki volt az a hülye, aki vesztett az előbb, de... Szerintem azt a meccset már nem is nézze. Szép, tantori. Igen, heat extend. Oly, szép. Gyönyörű. Na most bemegy slide head-de, vagy taunton megint, nem? Szép. Nem slide head, nincs taunt. Azaz, nem. Igen. Már kiérte counter hit, mega fist, kétszer is. A jó a pressure, már. Igen, oh, szép back, a back mega fist. Sanya megy vissza. Bá. Azaz. Ó. Ó. Nem volt jó opció. Valaki nagyon nem bír magával, meglátta, hogy van méter, aztán már. Na, ez nagyon jó. Így benyomja. Nem, oh, jó, meg kellett volna, ez így nem ér. Azt még ugrani is lehetne, hogy már. Aha, szépen meg akarja ezt a gyújtást. Ojjjj, Attier, Heavenly! Viszi a Heavenly. Igen! És... Round 2. Hát igen, right in the fields, man. Right in the fields. Pont úgy. Bár... Így hát az első Heavenly. Igen, azt a Karabaster contestet, az már első meccsen eljátszottuk, úgyhogy szép a heat extend, slide, na, megyünk be? Wow! Oh, megyünk be! Hoppá, oh, hibétet a burstet! Ő, nem Garuda volt nagy pressure. Pál is, de baj! Oké, okay, heat extend, oh, és van még az... Szép! Az lehet nem hal meg. Igen, nem hal meg, igen, nem hal meg. De már chip közel vagyunk, igen erősen, na ezt véd ki. Ajj! Oh, azaz! Az igen. Nem is került chipre, és Sanyi elhozta az első meccset. Igen. It's coming home. It's coming home. Volt. Tell the world I'm coming home. 1-0. Nem semmi. Rika, minden igaz, El Bundy potem kinezik. Igen. Aha, az ott egy izé akart lenni, valószínűleg egy Buster, csak elcsesz az inputot és 6 kinez belőle. Aha. Nem baj, de... Gyakran megesi. Same, same. Aha, jó a burst, bent tartsa a sorokba. De betalál a 40 frame-es overhead, igen. 2-3, 6p. Á, de nem confirm-eli hitet. Na azaz, és az volt egyre. Gyönyörű volt. Elég közel van a falhoz? Igen. Igen, elég közel van, igen. Ezzel jó sok méterre is lesz most Sanyinak. Aha. Például erre? És meg is van a round. Az a baj, hogy ez igazából, ez quick RC-vel lenne jó, de hát annyit nem laboltunk, ahogy látszik. Na. Aha. Meg az összesőr, vissza. Ajj, az egy elrontott itt futott. Jó, azt nem akart azt a heat extendet, szép. Átarmorozik, teljesen. Ó, nem rossz, nem rossz.
Aha, szerintem a Royal Chess-et kara, igen. Azaz, meg a füst. A még egy? A hat már. Nagy counter. Ja, átarmolozik megint. Hammer, szép. Oké, kicsit előre. Hát, egy drop hold, kár. Ó, és kubont, nem érj el! Na, igen, és ott vagyunk. Hát az volt nagyon. És nincs. Igazán szép volt. Szép volt, tényleg. Gratulálunk Sanyinak. Az a sok gyakorlás. Megnézte, hogy hány stream van. Meg Potemkin Buster, és... Ennyi elég is volt a számára. Igen, igen. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan változik a karakter, mely rájötti a következő meccségben. Ilyen következőnek nézzük csak. No. Erik fog játszani Itachi ellen. Hoppá. Itachi potozik, nem? Vagy rosszul tudom? Én megmondom őszintén, nem tudom. Úgy emlékszem, hogy Itachi potozik. Én se Itachit, se Eriket nem láttam még játszani, igen. Szóval megmondom őszintén. Én azért vagyok most kíváncsi a meccsre. Aha, Itachi. Azt hiszem, Itachi már be is jött. Aha. Megluggos mindenkit, jó. Azaz, igen. Wrestling intro. Azaz. Végülis egyébként testhez állva a Potemkin tornára, az biztos. Hát, nem minden napos. Hát. Nem, szóval, hogy Excel-ben egyébként ilyenek voltak a meccsában, csak hogy így kicsit meséljek, hogy például a slide-edet, azt tudtad flickelni, mert az egy projectálnak számított. De. Tehát inkább ilyen szintű hülyeségek történtek folyamatosan az mirovokban. Ezen kívül meg ebben a játékban egyébként lehet hogy a francba hívják? Amikor előre megy és üt egyet. Ami van egy hit armor. Hogy a francba hívják? Ajajajajaj, bocsánat. Nem néztem. Basszus, hogy a francba gondolsz? Hammerfallra gondolok, igen, arra. Na, szóval, loptám a helyed, de... Igen, szóval, hogy a Hammerfallt, azt lehet izé Buster Punish-olni. Közben sikerült felraknom egy bracketet a képernyőre, úgyhogy... Emberek. Hello, hello. Szép hello, volt. Ember. Szép volt. Szép már csak voltak. Köszönöm, akkor köszönöm. Akkor elkezdett kommentelni helyettem, Sanyi? Hát, azért jöttem fel. Igen. Akkor... GG's, bye-bye. Élvezzétek a meccséget. GG. Bye-bye. Lehet amúgy közbe. Na ne. Pörgessük. Na jó, oké. Dani, te még maradj erre a meccs, aztán jó. Majd izé. Jó, oké. Okay. Na csöcs. Hallelom. Jó, ahogy látom, igazából Erik is és Itachi is benn van, szóval hamarosan szerintem... Ó, az egy szól, az nem lesz jó. ez nem az a igen, ez minden más esetben azt mondanám, hogy ez így rendben van, de szerintem ez per pillanat nem opcionális. Ez per pillanat nem elfogadható. Igen, ez... Ebben a tournamentben sajnos nem. Ahogy látom, szerintem már. Fekete pont jár. Nem sajnos, mert annyival kevesebb szólt látunk. Tökéletes. Igen, ahogy látom, a Itachi az elég sokat potemkinezett. Legalább annyit, hogy fölmenjen százasra vele és legyen jó pár meccse. Tudtam, az a ménye. Szóval... Az a ménye? Na, akkor erre most tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Jaj, ne, viszont szerintem ezt a pályát majd softbannoljuk, mert annyira idegesítően nem látszik semmi tőle általában. Sok hülye hó. Nem kell túl sok hűhó, ez csak egy kis hűhó. Rossz. Na nézzük, mi lesz a starting gambit? Honnan hozott egy kara lett volna, ahogy láttam. Ó, nagyon szép. Igen. Ójúj! Ott még egy kara, de bejött, hoppa, kétszer egymás után is! Mennek a megafisztók. Egyelőre Itachi kontrollálja a mérkőzést, szép a burst bait! És megint meg 50 méterre Itachinak. Természetesen pozitív bónusz is van. Az szép volt. Ezt így kell csinálni. Igen. Ahogy a nagykönyvben meg van írva. Az egy elszúrt kat volt, úgy érzem. Elég nagy esélye. Ó, szép burst, jó.
Slighted Blockhold. Ó, nagyon counter is! Nagyon kombot lehetett volna összehozni. Nem baj, pápon nem ért el. Ott a Garuda, és a kicsit van, úgyhogy nem tudja ismételni. Ó, szép jump. Ó, counter hit. Áh, nem kap semmit. Wow! Nem is tudtam, hogy ez a mi? Ezt még életemben nem láttam. Az tényleg fura volt, de... Hát övi az első meccs. Szóval Itachi 1-0. Kíváncsi vagyok, hogy itt a második körben tud majd egy kicsit adaptolni el majd Erik. Ja. Nekem ez a szín egy Evangelion színre van bemodolva. Értem. Hoppá, counter hit. Ó, oh, nem kap semmit, a Scythe-t betalál. Szép sárkás krém színe van egyébként. Ezen a mappon. Ó. Jönnek a trédek! Ajaj. Hoppá. Ez nem járt jól, Itachi. Na ezt a tíveget utánozd le! Bannolni! Bannolni! Turbot használ! Vagy hitboxot! Vagy hitboxot! Szép karabaster viszont! Nem használtál a métert hozzá. Pedig ott két méterrel még akár Heavenlyt is lehetett volna a karabasterből csinálni. Igen. Szép. Meg is van. Vagy egy bannbreaket. Igen, meg is van Itachi. A match point. Igen, match point itt a csinak. Na, ott megy a bait megetés. Ucciz van óvan, ajaj. Ajaj. Nagy ú, az nem lett volna rossz. Még az ötlet jó volt a Hammer for follow up-ra. Múltkor jöttem rá, hogy így, hogy ilyen full standard movement option-ök vannak csak. Még egy bát. Ez tisztára ilyen esetszerű funkciójátékot ad ebbe a Mirror-ba. Igen, mivel nem nagyon tudsz mobilitizni. Igen. 2-0 hát, Itachinak. Gyors volt. Gyorsan a végére értük. Igen. De számítottunk rá, hogy lesz egy pár ilyen meccs. Igen. Ebben a tornamentben. Hát ez ilyen... Aki belabolta esetleg a karaktert, aki nem, ez teljesen attól függ igazániból. Ja. Következő meccs Prizli és... Gergő. Nice one, son. Szóval... Nice one, son. Hoppá, hoppá. Prézlinek ajánlom, hogy már legalább szolidaritásból adjon neki egy gémet. Birthday present. Én gyakoroltam Prézlivel. Igazániból ő valamennyire azért tud potemkinezni, de hát elég alap szinten. De szerintem ez majdnem mindenkire elmondható ebben a tornamentben. Kivéve pár emberre. Szóval... Geri, szerintem Geri az egészen jól játszik, szóval... Kiderül szerintem majd, hogy mi lesz, de ja. Érdekes lesz majd ez a következő meccs, az biztos. Én Geri Potemkin játékát csak a saját karakterem oldaláról tapasztaltam, úgyhogy nem tudom, hogy egy Mirort hogy fog játszani, de kiderül. Hát igen. Szervusz, Peti. Ahoj. Hello. Ahoj. Ja, te váltani? Aha, jövök egy meccset kasztolni. Nagyon jó. Akkor sok sikert, minden jót, aztán... Majd úgyis hamarosan láttok engem a képernyőn. Szóval. Jó. Úgy látom, még egy caster bejött, úgyhogy megyek én is. Hajrá, hajrá. Hello. Tudik a potyám King birthday tournament? Amint frissül a bracket, ismételten láthatjuk majd a képernyőn. Már lesz írva végül. De azért fölteszem a képernyőre. Ugye a különbség az előző állapothoz képest az az, hogy Itachi tovább jutott majd Barney ellen a következő roundba. Lehet? Igen, csak majd a bracketet írt be. Én a bracketet beírtam ideig. Na, akkor lehet, hogy csak én vagyok béna. Á! Így van, így is van. Oké, okay, bye bye. Tehát most láthatjuk is a változást. És akkor Taste Nice One Sun-t fogjuk látni, amint elkezdődik. De már úgy láttam, hogy ketten bent állnak, hogy hamarosan. Láthatjuk ezt a nagyon jó matchupot. Itt ugye
a Magyarország legjobb Potemkin játékosa, Exerba. Jó, talán. Péter. Jaj, hát kíváncsi leszek erre, azért is, mert a Blizzard amúgy... És rezidens, Strife Hater, meg Magyar Champion, Van de Felti, Sniper, Kuvasz Venom. Kuvasz Venom. Prizli hova fogja a random item helyettesítésük rakni, hogy mit fog helyette csinálni? Tetszenek a kállarok? Nem egészen jött össze a kará. Garuda betalált. Oké. Okay. Igen, érdekes választásra ránosztott Garuda. The highest is highest gold opciók egy. De bejött. De bejött, igen. És egyelőre kiegyenlített a két HP-csi. Lehet távolságot adni a Prizli, de egyelőre meg a pisztekkel a Geri. Oh, megpróbált a panisolni szépen a Hammerfall, de kicsit messzi volt, és amúgy így begreselte. Nem ért volna erre a masszor. Nem a masszorra gondoltam, hanem a... Szuper. Ó, két szuper. És mit kettőbe talált? Fighter nem megkozik be. Megafiz, nice counter hit. Igen, de semmi. Nem lett belőle kontra. Megafiz. Mit tud még innen csinálni? Nagyon szép. Okolni. Jött a Faust 2P, de sajnos. Ez nem Faust 2. Igen. És megint ugyanaz a round start? Igen, azt mondom belőle. Nem tudom, hogy hogy jut eszébe, de mikor jött kétszer. Wow. Wow. Hammerfall. Az egy furcsa wave volt. Igen. Szép. Már csak egy Megafiz kell volna a végére. Oké. Okay. Be tudja tartani a sorokban, Geri? Jön a Megafiz. Vissza Megafiz. Még egy. Még és aztán 5K 2D-be elviszi a kört. Mindenre aztán bohárt kóla, hogy valamit a Prizli. Viszont te gold plusz most betalált. Tudod elkezdeni a Geri. Aj, nem jött ki a Buster. Nem jött ki a kara része. Back meg a Fistert a Busterből. Whiff Punish Garuda Impact. Na most kezdni tesztelni a counter meg a fist képességeit a Gerinek. Tép counter hit. Abban egyébként ilyen távolságban lehet move-ot csinálni? Abban a... Melyik move-ban? Hathel, a counter hit. Persze, a counter hathel mindig tudsz. Ha más nem kapsz, hogy ha már fogod. Ujjj! Majdnem kapott egy szép konverziót a levegőidről. És most mit csinál? Ott is van! Ez vétele. Tír! Boldog születésnapot, első meccset el is hozta Geri. Igen. Avagy nice one. Pierre Ransaton, 2H vagy Garuda? 6K! 6K! És Slight Head! Wow, micsoda szép van is a Lefolnak, de csinál még ilyet a Geri. És egy 6H. Oh. Szinkronba ugrottak, de kicsit előnyomta meg a gombot a Prizli. Igen, ah, és megint. Ezt egyébként tudta volna a Buster cancelezni, hogy punisholja szerintem a Mephort. Itt negatív volt hitten, de nem csinál semmit a Geri. Baszta! 2H a blokk meg a Fistre. A burst. Geri kibörteli, back to neutral. Mindent visszaegyetnek az égivel. Kettő darab P a punishnak. Olyan, nem. És kiből állt. Hát... És jump, megint a stérben van a megoszítben. Fiatra mind a ketten megálltak. Azt a rához tartott a RPS-t megjárt. Ez itt high risk. Single elimben nem játszunk másképp. A megafisztek. Oly counter hit is. Jó. Széjjel fókolgatjuk. De, aj, az szerintem egy heaven wheel bomb. Ja, nem volt ennek a hangosan. Ó, szép! Nagyon szép! Kicsit optimálisabb kombóval egyébként jó is lehetett volna. Lármorozta a Hammerfallt. Betalált a sajátja is. Lármorozik a Slighted-en. Faj, megpróbálta elkapni utána, de a Megafiz már ilyen volt. Egy match point. Gerinek match point. Wow. Eddig minden ránszartom megpróbált a Buster. Igen. Sajnos nem talált be, eddig egyik sem. Kettlen egy hatással. Na ez a punish volt a Hammerfall blokkot.
Wake up slighted. Wake up slighted. Látikunk egy heavenly-t vajon? Kíváncsi vagyok. Volt burst. Már csak Gerének elérhető a heavenly. Oh, kiugrott a... Oh! Aaaaaaah! Majdnem! Pedig kiugrott ott a busterből. Igen, de kiegyenlít Prazdy. Így legalább lesz lehetőség még round start busterre. Így van. Elkapta a backdash-t. Akarod beinfo, melyiket? Még egy olyan beinfo. Ha nem csinálsz legalább ötöt egymás után, akkor nem vagy ember. Jó. Megint a sztérben. A legapis után mindig megy a sztérben. Ah, megint nem jött ki a kara. Lock. Továbbra is tartja a pressure-t a Gary. De Prazdy meg van több HP-ja. És ott a Punish-on meg a... Buster-rel. És tettünk a Hammer Fall. Matchpoint Prazdy-nek. És megint megkockáztatta. Jó kezdés Prazdy-nek. Back to neutral. Megint egy jó jump high, és ben van a sarokba Gary. És ezt tudná Punish-olni, de helyette Gold Burst-edik a meg a visszatemptet. És megpróbálta a Buster-t, helyette kapott egy hátra meg a fiszkot, de jó lesz. Legalább eltalálta vele Prazdyt. Így van, így van. Ezt a kört mindenképpen vissza kéne szerezni, hogyha akar még esélyt megnyerni. Igen. A meccset. De egyelőre Prazdy van a driver seatben. Igen, és megint egy szép hagy is. És meg is van. Prazdy tovább jutott ezek szerint, és sajnos szőnyaposunkat késeltette. Hát akkor tudjuk, hogy kin van a bouncy. Így is van. Kit kell megverni? Igen. 2-1. Nice. Hát, szépen indult, de aztán Prazdy nagyon belejött a Buster Punish-okba, úgyhogy... Prazdy rájött, hogy nem pausztozik. Igen, eszébe jutott. Hogy tényleg itt a Buster a lényeg, és hát működött. Van. Hát az legalább... Szoros meccset kaptunk, nem egy 2-0-át. Így van. Igen, ez volt az első 2-1 ebben a tornamentben. Ennek nem is vettem észre. Nem, igen, eddig minden. Mind a másik 3 2-0-a volt. Sorban haladunk, akkor azt hiszem én játszok, úgyhogy akkor igen, lépek. Igen, te fogsz játszni. Igen, helyett az a buzlattal. Ó. Gyorsan csinálunk egy kommentari cserét. Köszönjük a kommentárt, Kötra. Ahoj! 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 Ezt kasztoljuk. További jó kommentálást. Köszönjük szépen. Hello. Thank you. Hát... Ez egy szomorú végkimenetel volt. Hát. Így is van. De, mint ahogy megmondta a Barney, tudjuk, kin van a bounty. Igen, igen. Vagy, nekem ahhoz picit messze van a brackettől, de... Hát neked max döntőbe bounty, de meg igen. Ennek a meccsnek a nyertesét, úgyhogy azon még át kell jussál. Szerintem igen, szerintem a Sanya az nem számol kevesebben, mint a Grand Final. Hát játszottam Peti ellen mirrorokat, úgyhogy akár még az is meglehet. Na, de már jó, kezdjük is. Nem, mert szerintem most a Bozalt az double perfect ezért a Petit. Valamelyik alternatív univerzumban biztosan. Röhögnék. Nem el ezt a havas pályát, mindig a kurva havas pálya. Persze, az a potentjének a pályája. Azon lett bejelentve. Hájjá... Home field advantage. Mind a kettő. Az. Mind a kettőnek. Magyarul... Nullára jövünk ki. Igen. Ez ilyen magyar meccs. Piros-fehér-zöld. Azaz. Diri-din! Na, mi lesz a round start? Nem. Dobjad. Nem merik, nem merik. Doktor Buster, 5P. Menj innen. Nem merik. Na, ó, szép egész egy jövő megafisztek. Aha. Várj, ezek a megafisztek. Wow. Szép a slide-ed. 5K után betalált. Aha. Ó, szép. Tökös gold burst volt. Aha.
Na mi lesz ebből a pizzát? Cseg? Igen, hitet. Nem tudom, mit akart a seggelés után még, Peti. Sajnos counterhitelték belőle a klosztese. Igen. Van métere mind a két játékosnak. Bazaltnak majdnem szed, és elhozott egy ő is. Díszeli a garudát. Istenem. És kikrevelik belőle, úgyhogy az eddig jól kinéző roundot elbukta. Szép a 6 P, de nem konfirmeli. Mit csinálnak ezek? Játszanak. Azt látom, de hogy? Ez guilty gear, ez nem a guilty gear. Mind a ketten elbasszák jobbra-balra a vitiket. Pedig itt már nincsen 60 wake up timing. Garuda, látom, hogy betalált a patkát. És konfirmelte valami hülyességbe. Nem átszérbe vagyunk, az már nem az. Nem egészen akkora a hitbox. Igen. Slidehead. Hammer fall break. Mindketten próbálnak, az nagyon gyönyörű. Szép. Bazalt el is hoz egy roundot. Szép. Egyébként a Bazalt játszott egyébként Potemkin még mielőtt Bikerre váltott, szóval valami knowledge azért ott van. Ja, egész sok ember van, aki játszott kicsit komolyabban Potemként amúgy. Ja, igen. Nem értem, hogy ők. Hát ilyen beginner szinten nem nehéz kikapolni azért. Hát... szép a counter itt, de nem csinált vele semmit. Aha! Az gyönyörű volt. Még egy slidehead trade. A slider C után a buster. Peti egy kicsit, igen. Peti egy kicsit jobban benne volt a mind game-be. A Bazalt. Szép. Peti mindig túlságosan benne van a mind game-be, ez a baja néha. Nagyon szép. Igen, de most bejött neki. Igen. Igen. Méter versus no méter. Egy no Petinek. No méter? Az. No méter? Robász a roundstart? Ne! Istenem! Mi történik itt? Itt vagyunk, nagyon szépen vagyunk. Itt senki nem ember! Aha, punish? És nincs. Kár, pedig a Hammerfall-t azt lehet buster punish-olni, igen. Érdekes volt ott a burst, nem egy... Karabaster PRC! Intu, már nem is láttam micsoda. Hát... Fenszitek! Gyerünk, mi csinált? Jézusom! Double empty jump mindkét oldalról, beszarok. Ha átugrod a garudát. Még mindig nem. Még mindig nem kerülünk ki a sarokból. Aha! Dolgozik rajta. Szép! De gyönyörű volt! Az armor után. Na, jön a Garuda spam. És az első just blokkolta, úgyhogy még csak nem is volt annyira negatív, mint hogyha... Ebben a játékban már nincs az, tudod. De izénél nincs az? Ilyen mindenféle guard break-es move-oknál? Szép a Garuda! Jó volt! Ne garudázzál! Még egyet! Pedig bejött volna, azt hiszem, nem backdashed. Igen. Ott volt egy jó heavenly lehetőség. Épp, ott a wall break. És bait el. Ott a cold burst. Szép empty jump buster. Fine, ez a comeback. Micsoda? És jön a heavenly. Nem, ez nem az a játék. Épp volt. De hogy? És a 2-es megöli. De miért mi felt a heavenly? Mert én nem bánom, hogyha Bazalt randomolja ki Petit. Az vicces lett volna. Szép, igen. Gyerünk, oké. Oké, oké. Full combo, full combo, ott van. És az megy a izébe. Wall break. Ott a méter is. Megafist, 2-es, Garuda. Oké. Szép a vissza slidehead. Nem véletlen, Megfogták Bazaltot. Érdekes opció, de megértem. Ez kill. Főleg így. Két fényderrel. A második heavenly. A mennyei. Miller men. És nem kill.
Nem kill. És a mízi 2D. Az a baj, hogy nagyon-nagyon szar eszkéleli a Roman Cancel az izét, a Heavenly-t. Szóval az, az érdemes belekombózni, az inkább ilyen csak arra, hogyha biztosan megölél és stylozni akarsz. Elég közel volt, maradjunk ennyibe. 2-0. Hát az... Közelebb jutott, mint én, az biztos, úgyhogy minden elismerésem. Bullshit, azt mondja. Na. Jövök én? Jól látom? Így is van. Akkor átadom Slot én is valakit a streamet. Úgyhogy... Jó van. Bye-bye. Bye-bye. Bent van mindenki, aki spectator? Vagy valaki még jön? Nem tudom, mindjárt kiderül. Egyelőre ezek szerint én vagyok egyedül. Jó, hát megvárom, még valaki jön. Ki csak? Jó lenne. Valaki, azt döntsétek el, hogy ki melyik oldalra vagy... áll, és akkor beírom a neveket. Jó. Hát, vagy self-commentary. Self-commentary, az. Az a legjobb. Na jó van, menjetek, srácok. Bent van mindenki, akinek kell néznie? Nem tudom, várjál meg, kérdezem. Hát a elbandil, ha bent van, akkor az elég. Meg hogyha te. Igen, hát mi fogjuk most ezt kettőt streamelni. Jó, jó van. Akkor indítom. Na jó, Hali. Hali. Laki streamelés? Shift VS. Vaza streamel, igen. Shift VS, mi van most? Ja, S-Lac. Oké. S-Lac Shift ellen, csak ki melyik oldalt áll. Jól látom, hogy a Shift állt be jobb oldalra? Ne, szerintem? Hát én nem tudom. Ő lenne a bohót. Ezt azon bal oldalon most látszik. Igen. Ja. Ezt látsz 55. Odaad. Szóval. Látsz az én kedvemért, Potyemkinezi. Amúgy 7 disztrakter. Te kedvedért most. Most mindenki potemkin. Igen. Így is van. Még egyszer köszönöm az egész bandának. Ezer örömmel. És jön a következő Potemkin Mirror. Hey, hova lett a bandi? Nem tudom, eddig nem szólt semmi. Na halok. Csak hogy látom a mencset magát. Ja, mert te nem vagy bent AZ-ből, várj, akkor nyitok neked. Közben kint hagytam az FT10 logót. No probléma. Hirdetjük az FT10-et. Nem baj, most levettem. Kicsit többet látunk a timer fölötti szekcióból. A szép havas pályán. Boom! Charge the team. Boom! Dász! De nem hagyja, szép törtöli. Let's go, Lacs, hiszek benned, seg. Ez az! Ajjajjaj, hitnek szó. Most viszont elkapták. És a wall break-el meg is lesz az első. Round! Ott el is csattent egy buster. Hoppá, nem egészen jött össze a busterpan is. A blokkolt Hammerfall-on. Szóval ez egy full combo volt. Szép anti-air hitnek ellen. Hír. Let go, Lac. Én veled vagyok. Azaz. Ajj, a mind game-be. Viszont Sanyi van előrébb. Akit előbb Sanyinak írtam be, most meg Shiftnek. Nem érdekes. Tudjuk ki az. Hoppá, ott egy 6P hitnek el megint. Eddig láttunk ebből már vagy 4-et. Ujjj, még egy 5D! És ezután nincs burst. És meg is van az első pont. Bad ending. Bad ending az. Let's rock! Folytatjuk round tovább. Round start, Karabastert kicsit hiányolom. Igen, én is. Megy a tébegelés. Rajtad kívül nem emberít senki, Geri.
Ojjaj! Wake up, Buster! Azaz! És jön a Quick RC! Megvan a válasz! Jó, vittelt hat, ha. Egy átugrott hat, ha. Counter hit, Garuda! Kár érte. És így már match point. Shag, let's go. A Garuda talál. Így counter hit hat, ha. Nem lett rá konfirmelve. Erős a pressure. Fájt. Throw viszont kianti elég a levegőből. Igen. Kapta egy hit nekedünk itt, ójjaj. Tír. Ott a vége! Let's go! Heavenly! Eddig jól tudom, hogy csak Peti landolt Heavenly-t, aztán kettőt is ráadásul. Mit kettőt úgy csinálta? Igen. Az egyiket. Jontierből, a másikat pedig. Roman Cancelbe. Közel vagyunk nagyon a végéhez, egy baited. God Burst. Ami utána 6p, meg hozzá. Ez a Upper Body Invisibility, ahol jött neki most. Ezt a 2-0-át. Ezzel Sanyinak 2-0, igen. Nehéz a matchup, azt kell mondjam. Igen. Ez a matchup, ez 10-0. Mindig a Potemkin nyer. Jajjó. Jaj. Hát talán megolgozolték. Nézzünk egy bracketet. Barmi vs Itachi. Következik. Így egy Piotron Sanyi semifinal match lesz. Igen, 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 igen. De a Barni Itachira is kíváncsi vagyok, ami most fog következni. Az is nagyon érdekes lesz, igen. Hát lássuk, húzzunk rá a többiekhez. Így is van, hozzatok kommentelőre embereket, én azt hiszem pihentetem a hangomat. És mindjárt folytatjuk a Potemkin birthday tournamentet. Itt a Revival FGC a tornáján. Jó. Jó. Na ez egy Barni Itachi meccs lesz, hogyha jól látom a bracketet. Jól is. Nézzük azt, hogy akkor a Barninak van-e annyi matchup experience-e, vagy a Potemkin main-t kidobja a bracketből. Sziasztok! Csöcső! Jó. Ezt a kommentárit rátok hagyom. Pihentetem a hangomat. Köszi szépen. Nem árt, nem árt. Ups. Na, mi lesz ebből? Váltanak oldalt? Jól kitolnak velem? Azt hittem, hogy izét váltanak, oldalt váltanak, de nem. Á, jó lesz az a 2P a Bardinak valószínűleg. Nézzük. Na, szerintetek mennyi havaspálya birthday train lesz, vagy pedig jön a mix-up? Hát szerintem jönni fog a mix-up, most már nem lehet mindig ugyanez. Nem lehet mindig ugyanez? Hát csak. Havas pályához megvan, igen. És mindjárt meglátjuk, hogy van-e birthday train. This matchup is only hell. There is no heaven. Az egyetlen heaven, amikor betalál a heaven. Na? Nem, smell of the game. Jó. Ez, no. Ez a Probuster. Igen, megpróbálta valaki. Nagyon szép, ez gyönyörű volt. Barney az tudja a Counter-Hit 2-es konfirmet, úgy látszik. Én úgy hallottam, hogy Itachi az egy Potemkin main, szóval... Igen, igen. Bár nem lehet ennek még a vége. Azért Barney meg nagyjából minden karakteret tud játszani.
Hát igen, igen. Azért van character variety, de itt is elég jól betartja. Save a burst, save a burst, save a slide head. Kint vagyunk. Állj, ez a sleep with az nem volt szép. Aha, punish. Hoppá, punish. Hát nem wow. Punish, de ez lett volna a punish, igen. Ó, oh, szép side nagyon wow. Szép, de ez wall break kell, nagyon jó. Igen. Béten akarta a burst-et is egy kicsit, azért delay-ezett. Aha. Aha, tegyük ki a Aegis. Az Aegis reflektort, igen. Szép a slide, nagyon jó. Slide, sweep. Ja. És a sweep után még ott volt a megapiszt is. Arabaster megint? Nem, nem merjük megcsinálni még egyszer. Aha. Úgy vélem fel, hogy már inkább ilyen player matchupokról van szó, nem is karakter matchupról, mert hát ugye ugyanaz szóval. Igen. Egyébként játszanak olyan emberek egymással, akik eddig nem nagyon játszottak. Szóval nem tudom, hogy Barney mennyit játszott Itachi ellen. Nem csak az, hogy potod, de így általánosan. Gyönyörű a konflikt. Ez rengeteg damage. Igen. Ezzel játszó potem. Aha, nagyon szép a hat, nem konfirmeli. Szerintem ott burst-et akart bételni szintén. Lehet, igen. De azért mondjuk HP lead-be. Ó, oh, nagyon wow. Szép, nagyon szép a quick RC, igen. That's so cheap. Hát, hogyha elvették a slide, vagy mi ez, Hammerfall cancel bashert, akkor valami legyen neki. Aha, szépen blokkolta. Szépen megyünk a sarok felé. Á, igen. Azért az a Hammerfall cancel, az nem exceld, az biztos. Flick, flick. Aha, szép, nagyon szép. Mennyi konfirmált a 2-est, ez az optimális. Az garantált volt, nem? Igen, az garantált, igen, igen a 2-es counterből. Szépen kiugorja, igen. Meg a fuszt, meg a fuszt. Azaz, igen, nagyon szép. És nem RC-zi, de... Aha! És az OTG, azt a érdekes menni. Volt, igen. Azért itt látszik, hogy a karakter tudás az már... megvan. Jaja, az biztos. Nem, mert valószínűleg, hogyha a PRC, vagy mi ez, hogyha RC-zte volna, akkor lehet, hogy Barney kitudott volna burst-olni, és nem akarta a véletlenre bízni. Ez egy nagyon szép döntés volt. Aha, kettő és még Garuda. Szép. Aha. Ó, jó volt a 6 pédre, nem volt konfer. Igen, nagyon szép. Barney benn van a sarokba. Á, kár azért a differ. Ezt lehetett volna azért több damage-et is kapni Drumvolthoz. Igen. Durva a pressure, szép a burst. Aha. Menjünk szépen lassan a sarok felé, de 5p. Nagyon, áááá, nem pick up folyam. Ez egy szép improvizáció volt. Igen, OTG-ben meg volt, ez egy szép improv volt. Mint a hit confirm. Igen, de ezután nem lett belőle faster-es kombó. Aha, tró vissza, menjünk a sarok felé, Garuda, megint Garuda. Szépen kiugorja, tudta, hogy wow. De bátor volt. Áááá, igen, de az a... Az a hitbox. Igen, nagyon szép az BRC, nagyon-nagyon-nagyon szép. Mert a harmadik, amit ebben a mérkőzésben. Igen. Hoppá, hozték! Áááá, de nem éri el. Ú, szép a burst van, méterünk. Na, mi lesz? Aha. Micsoda? Ez nem kell, ez! Ez csík jó. Nem lett meg a fan is. Elég bátor volt. Ez már ilyen tizedik layer mind game volt, ez a 5P a Hammerfall után. Igen. Aha. Blokkolt Hammerfall után. Á, de nem jött ki a Buster, 6P jött ki helyette. Viszont vissza 6P into confirm, az jó volt. Oké, okay, midscreen. Á, szépen fel is volt a cancelled. Aha, burst. Slide head, slide head. Aaaa, igen, oh, tudja, van, jó van, szép volt, nagyon. What a backdash. Igen, most már tudja, megy egyére már tudja. Nehéz le reagálni egyébként. Itachi egyébként szép. Elég konszisztens ráadásul a quick RC-vel, azt hiszem mind a három az volt. Igen, igen. Tehát a sőt, ez a negyedik is. Igen, az egy nagyon erős túlja méterén a potnak, hogy gyakorlatilag half-screenről tud trettelni Busterrel. Aaaa, oh, nagyon szép a sweep. A még egy sweep? Még egy? Na? Aha! Ott a PRC! Burst elérhető, de ki lett pételve? Ó, nem volt a Liga Damage! Na mi lesz ebből? Aha, 5H, backdash. Megafiszt, Aha, szépen kiugorja a Slytered, és hol a... Na, nem kell, Slytered. És nem FD-zik, Itachi, nem FD-zik. De a chip damage meghozta.
Igen, igen. És egy második egy-egyet is látunk végre. Igen, eléggé kiegyenlítettnek néz ki ez a működés is. Karabaster round start? Nem. 2K2D Saber Burst. Aha, második slide head nyer. Aha, meg a Fist OTG. Nagyon szép, 2H, igen, és volt egy kerül. Van méter, van pozitív bónusz. Minden elérhető. Barni számára, hogy lehozza ezt a kört. Barninak van 2 métere. Szép, megint nem FD-zünk. Perfekt! Wow. Aha, megpróbálta, de azaz. Gyönyörű. Nagyon konzisztensen konfirmálja a 2S-eket, ez nagyon jó. Már mondjuk ez garantált volt a Whiffed Buster-en. Ismételt. Á, nem lett még egy perfekt. Látjuk, hogy egy, meglátjuk, hogy ezt a kört megnyeri. Gyönyörű, szép a burst. Aha. Ilyen 5D? Lehet, az is valami countered confirm. Ugyanúgy. Szép, túlval punishol. 6P, de nem, mert DP. 1 méterért? Igen, és ott a buster, de nem. Wow, Miffel. Miffel megint, pedig az nagyon úgy nézett ki. The Schmix. Wow, nem gondoltam volna. És Barney lehozza a mérkőzést 2-1-re. Ez, na ez. Szép volt. Ezzel az egyik Potemkin playerünket ki is teszi a kis tornánkból. Igen. Nem, Barni egyébként sokat gyakorolt pottal, úgyhogy jó látni, hogy megvan az eredménye, úgyhogy gratulálunk is neki. Igen. Na, akkor érkeznek a következő kommentátorok mindjárt. GG's. GG's. És van. És egy Dani Rézli meccset fogunk látni. Ahoy! Ahoy! Hát ez érdekes volt. Így is van. Mondhatni talán upset. Igen. 2-1. Hájjá. Láthatunk sok szép counter hit kombót. 2S-ből. Igen. Na, és sok szép Rézli. Quick RC-t. Igen, igen, igen. Na. Nem jön senki? Mi történik? Ahoy! Ketten maradunk. Oh. Nem, itt vagyok. Na. Nagyszerű. It's kiállunk go oldalt. Time! Úgy látom. Dani a baloldali. Dani a baloldali, igen. Ő van ebbe a hülye jackos, izé, furry jacko akármiben. Ellenfele pedig... Praise Praisely. 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 Na, mire várunk? Taps, szóljak nekik, hogy mehet? Mehet szerintem. Oké, várja. Hájjjá. Na. Let's. Nézzük. Ó. Lássuk Daninak a Potemkin készségeit, még sosem láttunk. Hát erre kíváncsi leszek. Rézli az azért megmutatta, hogy gyakorolt rá. Ja. Kaptam tőle 2 master. Jók a color választások. Igen, mély ship. Mély. Hájjájjáj. Na nézzük, mi lesz itt a... És nem derül ki, mert Dani mesélte az 5P-t. Rézli úgy játszom, mint a Faustot. Tisztes. Mire gondolsz? Hát, hogy itt hátrafelé mozog vele mindig. Hát, azzal nem fog jól járni. Egyelőre HP hátrányban van. Meg a pisztó, meg a pisztó, red. Ujj, airdrop! Ajjaj, ott a Goldburst. Elhasználja egy szuperre. És egy PRC-re. Ez picit elpazarolt méternek érzem, de...
No judgment. Burn the meter. Ó, nem szagos. Volt ott a punish. Szerintem nem érte volna el. Az ilyen safe distance-nek tűnt. Karával is tudsz punisholni, elég gyors. Tudom, hogy elég gyors a kara hozzá, őszintén szólva. De lehet. Nem tudom, hogy a kara elég gyors. Elég hozzá. Gyors, mert minusz 7. Tehát a kara az ugye 6 frame. Ja. Let's go, gorilla. Ott mennek a hammerfartékek, de az itt nem ér sokat ebbe a játékba. Ez nem az a játék, sajnos. Méter build-el csak vele szerintem. Az nagyon minimális. Meg azért, hogy érted, ilyen 10 frame-es startupot odaraksz. Nem jött ki a Buster. Igen. Szerintem az nem Buster akart lenni. A 6P? Hát ugye a 6P ilyenkor kiszedi a jumping ellenfelet. Igen, az lehet. De... elég gyorsan nyomta. És a Megafist. Ez Dani, ami Potyemkin. Ezek szerint? A titok Potyemkin. Az. Úgyis van. 1-0 már a számára. Ez a 6. Na. Mi lesz a végén? Dani gyűjti be a vérdíjat? Úgy látszik. Ő kapott rá először lehetőséget, és ki is akarja használni. Oké, kettő darab, kettő pépán is. Ajj, ez nem ez akart lenni. Ez a backward slide RCS szerintem nem az volt, aki. Oké. Hoppá. De nem fejezi be. Nem is, új counter hit, burst! Nos. Delay-elni kellett volna azt a burstot, hogyha nem akar egy roundot veszíteni. Júj, de! De meaty volt. Half screen 5D. Ott van még egy gold burst. Nézzük, hogyan kezd-e vele többet, mint az előzővel. Kezd! Hey, kezd is, bizony! Betalált az első buster ebben a meccsben, azt hiszem. Igen, úgy tűnik. Ott egy whiffed buster. És pont nem éri el a bubble. Egy throw. És a standard throw. És belerugott még. Hát itt nincs becsület. Hát a vérdíj begyűjtésekor pláne nincs. Igen. A Megafistról, igen. Ajjajjaj. Megy a futsziz. Igen. Megy a futsziz. Let's go! Még egy gold burst, Istenem! Ez a harmadik. Igen. Oké, okay, még egy szuper. Én ugrottam volna bele. Pressure lesz belőle. Új, és betalál mindegy, szuper. Chip közelben van. Vagyunk már, Lighthead. Az a méter, de panisolt a Garuda Impactot. És 2-0. 2-0. GG's. Dani a torna meglepetése. Úgy is van. Hájjájá. Na mi van? Én jövök. Igen, te jössz. Azt mondja, hogy Dani, 2, Paisley, 0. Ne olom, lemegyek. Ja. Várja, lejövök veled én is, mert hozok van. Embert. Úgyis van. Addig én mutatok egy bracketet. Most fogjuk látni a Peti Sanyi semifinals mérkőzést, mert biztos, hogy egy izgalmas lesz. Ez akár Grand Finals is lehetett volna. Hát igen, ez egy elég ismesebb. Itt most
hogy a Potem, vagy mi ez a Peti, a időszámítás kezdete volt a Potemkin specialista, még egyszer volt. És Sanya pedig aki a babérokra tör. Úgy, ezt így is lehet fogalmazni. Saját bevallása szerint néha sikerül a Petit elvernie. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ebből a mesebből, vagy ebből a mesből mi lesz egyébként. Igen, ez biztos, hogy érdekes lesz. És... nem akarok kinesolni. Attól függetlenül, hogy ki nyer, Szolt az biztosan lesz. Valamelyik oldalon biztosan lesz. Az várható. Amikor a Peti meg a Sanyi játszik, akkor mindig valami sós az mérkőzés. Mindig, az eredmény. Hát igen, de... nem én. Mind a kettő. Na, Sanya befoglalta a P1-et, csak hogy minél több advent is legyen. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a zene meg a pálya. Hát a zene az valószínűleg a Birthday Train lesz, a pálya meg... Bár volt már mixam? Igen, meglátjuk. És mixed. Hát ha még nem, mit tudom én, a Bikennek a pályáját hozza be, ami egyáltalán nem lett egy szép, akkor... Részletekre mehet? Mehet, persze. Nem hiszem, hogy a Potemkin pályát fogjuk megint látni, mert Sanya panaszkodott rá korábban. Jó, a Sanya az minden pályára panaszkodik. Konkrétan panaszkodott a Sanya már arra is, hogy a chipben beleolvad a háttérbe. Jó, de az inkább azért, mert már nem lát olyan jó. Kérdjük, hogy a mixet látni fogjuk. Szar a látás. Ne adj neki, hogy visszanézze ezt a vodot. Hát, nézze vissza, és megtudja, hogy szar a látása pölő, és szemüveg kéne. Na, szar vagy pölő és, BS, szar vagy pölő és. Így is van! Na nézzük, hogy mi lesz. We're all pawns controlled by something great. Means the DNA of the soul. Na lássuk, erre a meccsre vagyok a legkíváncsibb az egész történetben. Én is eléggé kíváncsi leszek erre. If I lost here, then I would be the pink. Na mi lesz a round start? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Igen. Már mennek a mind game-ek. Szép volt a Snidehead. Wow, szép volt a 2S a 6P. Meg a levegő volt a Snideheadnél, aha. Jó, pressure. Nem kéne neutrál. Peti szépen megy a sorok felé. Oké. Okay. Igen, egyelőre viszont kiegyenlített. Nagyjából a mérkőzés, de ott az első nagyobb hit. Igen. Nem jött össze belőle a counter-hit control. Nagy biff, nagy biff. Aha, tudta, hogy jön. Szép az anti-air. És a helycsere Petinek kedvez. Aha, sidehead. Blue burst. Na mi lesz abból? Nem. A sidehead el. Nem volt elég ideje. Volt egy kis stare down ott. Aha. Igen. Szép volt a quick LC buster. Hockey into hit extend. A hit knuk le. What? Az hogy jött hát ki? Bustert akar, csak a 6P előbb kijött, mint a buster, mert mesett. Igen. A... igen. Na? Tehát elhozzas. A 6 Peti szépen kiugor és buster. Nagyon gyönyörű. Tír. És ott nem használt el a Romancer-t. Nem használt el a métert. Igen, ott megölhette volna a Sanyát. Igen. És ott a taunt, of course. Ott is van. Aha. Az első round Sanyáé, ez igazán közel volt ráadásra az a round. Gyönyörű. Mekkora read. Mekkora read. Van a heat extender readet, Dozsa. Aha, megint. Peti szerintem egy sebessége feljebb kapcsolt most. Látta, hogy nyert a Sanya. Aha, igen. Gyönyörű, igen. Jönnek a swigszek. Csak szépen megyünk a sorok felé. Most kiengedi viszont. Aha, elég az van. És szép a slidehead. Nagyon! Azt hiszed, bazd meg. Hogy kikapták abból a Hammerfallból? Hammerfall, na gyere ide. Tír! És kiegyenlített a round. Szép a 6P, igen. Jön a confirm is rá, jó volt. Vissza.
The Burst, és betette a soromba. Nem biztos, hogy így akarta, de ez egy mindenképpen egy jó development. Szép árbor, és helycserét is sikerült slide-ed összehoznia. Aha, szép a Slighthead. Vagy mi ez a Hammer fogosat a Slighthead ellen? Úgy is van. Aha, ugye igen. Az a múlik, kinyomja meg először az Armor Move-ot, aki másodjára csinálja, fontosan, azt nyerni. Ó, oh, nagyszerű bőrspét, és a Heavenly! A harmadik! Ezúttal! Nem, Peti! Baszter! Ír! Nem, most már gázból volt a pot, úgyhogy nem sebzett annyit, de azért... A psychological damage az nem elhanyagolható. Igen, és most Casper Gabe... Főleg így? Aha, szép! 5 fél! Kombó volt? Big slap! Vagy nem, az nem volt kombó, az csak annyi, hogy plusz volt a quick 5D után, és azt mondta, hogy tudod, mint akármit nyomsz, csak kipaslak belőle. Cse. Hát sikerült neki. 1-0 Petinek. Semifinalben is FT2-t játszunk még? Tessék? Semifinalben is FT2-t játszunk még? Igen, igen, igen. Ez végig FT2 ez a torna szerintem. Döntő legyen már egy FT3. Na majd a birthday boy majd eldönti. Úgy is van. Hoppá! Heavenly! A negyedik! Egyelőre kiegyenlített a... A Heavenly fele ebbe a meccsbe történt. Igen. És az összes Heavenly ettől a két játékostól van. Igen. Azaz. Szép az öt, azaz. Hammerfall, igen. Nem, a Hammerfall cancel, erre már nem jó. Úúúú, de kiugrott a karabasztert, igen. Szép a Hammerfall. Jó, jön az EC, azaz. Karuda. Ott vagy. Warida. Bye bye. Átugorja a hot hat. Garuda pressure. Á, nem, az abból a range-ben nem működik. Oh, az attemptet értékeljük. Szép. Két méter van Sanyi oldalán, ki kéne használni, ott az egyik. Ne. Nem így. Jön. Oh, kiütötték belőle. Oh, burst. Oh, jó, a kettőes. Igazából ott, ha ott a kettődé után hagyhatta volna a Hammerfall tűzébe beütni, mert OTG-be megöli. Yep. Yeah. De hát erre sajnos nem gondolt. Igazából izé a Megafist is jó lehet volna. Na egy-egy. Egy-egy, igen. Ide érzem a... Az nagyon gyönyörű volt, úristen! Oké, sarokba vagyunk, 6H. Bekapcsolt, úgy látom Petinél. A vérszem. Igen. Garuda pressure. És a karabaster! Menj innen! Menj innen! Aj, de mekkora nét volt ez is! Oké, okay, kikerültük a sarokból. DP. 5D. 5D. Antier, nem jött össze a hitnak a... Az a szép counter. Meg a fist. A fist. Matchpoint! Lássuk, ki lesz az első jelölt! Úristen, micsoda a komfort! Hát nem véletlen, szaszuga. Szép a Slighthead. Az első jelölt a koronázásra. Úgy nagyon átugrod rá. Azaz. Vissza meg a fist. Haha! Itt ketten ugrunk. Jó volt a raid, de nem jött, nem volt elég közel hozzá. Goldburst! Azaz! Pikeci! Boom! Nem használtál a második métert, majd most talán. Nem? Előbb jött a burst. Neee, azt hittem, hogy fog maszterni. Nagyon szép. Nagyon szép. Hát igen. Hát igen. Azért nem véletlen. De ez egy nagyon szép meccs volt. De ez egy jó mérkőzés volt. Izgalmakkal teli jó meccs volt, igen. Sok volt a Heavenly, tetszett nagyon. Így hát az első jelöltünk a Potemkin koronázásra Piotron lesz. Jaja. Nézzük, hogy ki lesz a kihívója. Addig is. Bye bye. Úgy is van. Két jelöltünk, Barney és Dani. Mindjárt kiderül, hogy kettőjük közül melyik lesz az, aki Piotron ellen fog küzdeni a finals-ben. Ugyebár single elimination, tehát
Nincs bracket reset és hasonlók. Csúúúú! Üdvözlégy! Hát ez... That was something. Ez egy jó mérkőzés volt, Sanyi, ezt kell mondjam. Annyira random volt néha. Nagyon. Igen. Voltak itt nagy rédek, haha, itt vannak mindketten, akik az előzőt játszották, zseniális. A többiek, hogy utána egyből mehet is? Mert benn vagytok mind a ketten Spectate-ben? Tőle mehet. Szerintem mehet. Mehet is. Oké. Okay. Rossz használok kérdéket, mi bazdok. A show... Tudja, hogy Sanyi utána hozott számot, ezért mondta, hogy kell állni baloldalra, mert én azt hittem, hogy itt négy téma lesz, hogy valami, de még rossz. Nem, de a izé, Geri miatt végig birthday cream megy. Nem csak általában. Nem csak általában. Ja, értem. Úgy is van. Dani. Szerintem kíváncsi leszek. Az utolsó előtti Potemkin Mirror. Igen. Látni fogunk-e kettő slash? Látod, hogy kicsit birthday train megy. Szörnyű. Mindjárt is alakítom. Sokat hallgattuk ezt a számot, bár volt egy-kettő, ami eltért. Egy-két meccs. Uff. Ez is konfír. És knockdown. Behan már volt. Előbb nyomta a jump slash, mint a Dani, úgyhogy de jó volt a cross. Páva, nem egészen jött össze az a kombó, kicsit messze volt. Ez a range-ből nem igazán lehetett kezdeni. Jó burst. Szájból, bár ösztén szóval... Megy a... Év! Ott a... Umbo! Wake up Blacklash, és ott van! Yeah, yeah. Szép volt! Kedvencem volt, amikor Csányi csinálta, és kiantézett a 6 éve, nem jött ki a bassz. Igen. Igen. És nem készültem fel rá, hogy az jön ki. Az vicces, hogy általában sikerülni szokott. Pont most nem sikerült. De amikor kibusterezted a Hammerfallból, az sem volt rossz. Igen. Klasszikus. Reménykedve más is lehet gomba, de egyelőre. Egyelőre még nem jött össze. Én meg a Barnél nem fogom kipróbálni, nem tesztelem inkább a reflexeit. Hogyha a Barni utolább, persze. Most egyelőre... Nem úgy néz ki. Egyelőre nem úgy fest. Vár! Fordult a kocka. Lehet, hogy a kombó a kóma gyakorlása. Kombó. A grappler érzékeinek. És de jönj! És ott... Cancel. Durr. És ez elég is lesz. Ez kiegyenlő. Tágítja a hőt. Ki tágította? Ki hát? Extend. Van. Ajjajjajjajjá. Kettő slash-el. Hát igen, azt mondták. Kezdnek a flikkek. Vajon látni fogunk-e karaflikket a barnitól? Karaflik? Ebben a meccsebben mire jó egyáltalán a flick? Nem volt semmi confirm a counterből, megint negatívak vagyunk, de nem baj, busterezünk. Jó volt a let's go! Hát gondolom, hogy az egyetlen, amire jó kb, hogy special és... Miért build? Hát érted, cheat az szívon. Csak belenézett a 6H-ba és Barninak ezzel egy nulla. Aztán reverszálozni akar, csak valami, az reverszál előrével ér véget, amit szeret volna csinálni. De amúgy trainer úgyis meghalt volna, hogy ki nem lehet volna őket. Mi van? Ajjajjaj. Nem megy a kontroller? Na azért. Most már elkezdett blokkolni. Úgy, jó volt az agresszív. Defensív burst, nem is tudom, mit nevezzem. Sarok megtartó burst. Cross-up megafist. Jó kis meséljük a trótok egymást, hogy van Gear Players. Igen. És most... Túl messze volt, jó volt a backdash. Igen, igen. És... Na mi lesz? Lesétálja sorozva, de... Ennyire volt így türelmi. Véteri a pörzs, eldobja. És nem is kell... És nincsen Buster! Nem merik! Nem merik! Semmelyik nem merik! És meg is halt. Nem! Jó, túl messze. Akkolja, és...
What? A lila edzi után. Lényegű kettő slash-en, aztán eldobta a sorot. Ez mi volt valamilyen mind game, hogy jaj, megpróbál kijebelni? És én inkább eldobom, vagy mi? Szép volt barátom, meg a kettőes. Counter hit confirm. Flash, szép confirm, hát ez igen, még szép. Betalált. És így már rajtatok kívül valaki landolt egy heavenlyt. Ez ötödiket. Ezzel a tornán. Ó, és az nem jó. Igen, meg kéne várni, hogy counter hittel és utána jön a jó volt. Hejjá. Ajaj. Blokkon nem lett faster. Pussies. Not blocking low. Na, pussies. Dani egyre szorosabb helyzetben van. Igen. Már matchpontnál tartunk. És slidehead, elkopja. Áááá, és nem kombózott. Nem, nincs kombózott. Pedig az pick-up-olhatta volna szerintem egy 6p into heat extend-be. Talán már ér a 6p, de lehet, hogy nem érte volna. Azt gyönyörű a sír. Nem tud vele kezdeni. Oh my god! Oh, mekkora read volt! Nagyon jó. Ezek már readek. Reed City, wake up Garuda, meet the heavenly ellen. Jajj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 aj
állsz? Miért nem konfirmed? Állj, se trúf! Dani, konfirmoljál! Nem baj, így is meg lett. Egy-egy. Aztán minden is ez szó. Történik. Ez is egy jó meccs. Szépen kontrolált, de nem jó ide, de a megyek. Durr. Türelmesen sétálnak egymás felé. Becsúszik egy Pulse of Slighted. Akár egy Hammerfall is. Vagy két meg a fist. Nem vagyok a sarokba, de kibursztöli. Na és most van egy kis screen real estate, de nem, hát a Dani messe vékepon látszik most nagyon sokat nerfizet. Igen, arra van cancel is. Szép kombót már. Aha. Break. Nem kötve mét, tehát kíváncsi vagyok, hogy vékepra ad-e neki egy hát, pajzsot, hát rá egyet, hogy mit tervez. Inkább elhasználja összes méterét egy ilyen short Hammerfallra. Bizonyára pasterezni akar. És... Ajja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 jj
reméljük nem bánja meg. De megint ugrik és bételgeti. Tudja, hogy abban rangeben épp hogy vissza van Heavenly. Ajjajjá. Amúgy megölhette volna, mert hogyha előre PLC-zik és még mindig van 100 méterre, akkor rányom a Heavenly-t. Úgyhogy az nem működött volna ott a terved annak. Oké, knockdown. Nem meg a pisztel, hogy közel benyek a sarokat. Nincs ide! Valami sem konfirmol. Kombóz, szuper, rányomja el, nem nyomja. Na most mit fog csinálni? Full stick a butter. És kirakja a fal. Mit fog csinálni Dani? Besétálja magát a sarokba és megeszi az ötlét. Nem? Ajjajjajjajj! Sikorudás! Ez szép lett volna. És szép jump slash. Match point. Úgy során mindkét játékosnak match point, ki lesz a második koronázásra. Lesz bőrszje mindjárt Daninak is. Nézd a blokka, meg a piston, de semmit nem kap érte. És megint inkább a corner tét választja Barnian a kihelyet. Ú, az a megafiszt, ez nem volt túl. Azonnal burst-eli, most már nincs burst. Erősen nem tudott sebzést szerezni. És mit fog kapni? Hát ez... Épp, benn vagyunk a sarokban. Nagyon Barni esélyes eddig. Igen, van 50 méterre. Ajjajjajjajjajj. Mi valamit vele? Hát ez... Hát ez... Ez így... Ajjajjajjajj. És az utcsó Garuda elégette az összes esélyét Daninak arra, hogy Finals bejusson. Igen. Hát akkor... Hogy... Good luck. Egy ellenfele Barni lesz. Micsoda? Nem, nyomnak még... egy igaz roundot, nem tudom. De ment a connection has been lost. Akkor én léptem is a castingból. Mondjuk szépen. Valakit küldjél fő. Jó van. Küldök. Ki? Küldjél. Na nézzük. Ki jön. Illő lenne, hogy a Finals-t Geri kommentálja. Az nem lenne amúgy hülyeség. Hoj! Üdvözd, négy, és itt van FX, és nice van. Na,
Gyuri. Na. Kommentálod-e, mint Birthday Boy, a Grand Final? A Grand Final. Szerintem az öntőre itt maradok, hogy ne? Maradjunk. Hát úgy is kell. Helyes. Na. Gondolom ez már BO5 lesz nyilván. Az lesz? Hát remélem, hogy nem BO3-ba, az meg kibaszott döntő single elimbe. Gyeri? BO5-ot kéne játszani, hogy ez így van, igaza van. Na. Átállítod akkor várján a beállítását? Miért be van állítva? Csak be is írom nekik egy pillanat. De hogy be van állítva, hogy BO3 volt eddig? De nincsen beállítva egyébként. Szerintem sincs. Most a Barnia szodott remélt cselni, miután hát ezért. Ja, jogos. Mert... akkor BO5. Na. Na. Let's go. Peti taktikusan elfoglalta a player egy oldalt. Jesus. Nem akarja a Birthday Train-t hallgatni. Miért pedig Birthday Boy-nak Birthday Train? Igen. Jár, így is van. Ennyi. Usog-e Barney? Let's go. Fasz Venom. Kuvasz Hájjá. Hájjá. Hájjájjájjá. Hello. Lássuk, megérkezik-e a második döntősük a lobbiba. Minek az? Lejátsza Peti egyedül is. Annyi. Két kontrolleren. Itt is van. Was Venom is on the scene. Was Pupin. És let's kezdődik. Go, kezdődik a Grand Final. Jojsó! Azaz, a main event! De na nézzük, ki történik. Lássuk, kit kell mentorálni. Ez az. És ki lesz a koronázott potyám King? Jó hallottam az IRL lore-t egyébként, a Peti meg a Barney játszottak egymással is Potemkin mirrorokat élőben, szóval. Tényleg mentor, itt valaki tényleg mentoráltak. Ajjajjaj. Tesco FAB. Tesco FAB! Jó! Jól kezdődik. Na lássuk. Ajjajjaj. Duel van, nem start. Ott van a karabester. Azonnal ott a burst. Peti ember volt és megtette. Igen. Azt mondta, eldobnak fiam. Sajnos a fiú azt mondta, hogy sikerült. Papa ne. Papa ne, már eldobtak sokszor most nem. Aha, igen, OTG, szép. Papa ne, már 21. század van, ezt már nem szabad. Azaz. Hoppá, első round. Hey boy. Na, jön a Mega Fisto. Nincs nem, Mega Fisto. Nem jön. Az 5 PMS meg a Neutral Jump, az megy. Garuda. Garuda, még egy Garuda. Még egy Garuda, nem. Így, na erre például jó. Ott Csapír? A Starfet nagyon szép. Oké, okay. Garuda, még egy Garuda, gyerünk. Ajja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 j
egész jött össze a Bitcoin is. Vissza akartad ide elni, de... Neki nem olyan jó osztan, nem ugye. Szép fét teszi ilyenkor. A 6 fét, ha az jó. Új counter. Az nagyon szép. Gen, confirm the confirm. És még egy ball break nem volt az egész meccs alatt. Is van, de két round. És volt. Ez az első pont. Látom, hogy ez a Hammer Forecast, azt el tudtál volna dobni eléggé.
de. Aha, két. Azaz. Oh, azaz. Hey, heavenly. Let go, Barney. Hajjajjajjá. Pászta. Pászta. Na, bemegy a sarokba. Lesz. Ojja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 jj
világra játsz, hogy nem heavenlizik. Még a végén nem talál be, aztán ott van. Az az. Hát de, volt méterre, mert hiány szívott. De a PRC-re elköltte. Ja, igazad van, igazad. És az első pont van? Néha szép sweep hammer után. Va, va, va. Who was Venom on the top? When I left you, I was but the learner, now I am the master. És megint megpróbálja, Peti. Hát hogy ne? Meg úgy kell, is kell hogy próbálja. Az. Úgy látszik, pszichológiai egy kicsit fordult a kocka. Peti betolt a barnit a sarokba, és van egy fél HP előnye. 5D. Ott az 5D. Fajted? Ah, mi volt az a jump tie-es into seconds? Na, way over my head. That was... Ezek már 5D chest játszanak lassan. Igen. Ultimate player matchup, igen. De... És oh, elbassza. Azt hitte Exile-ban van és 6K luftot. Peti túlbonyolította magát. Igen. Oh, amint ezt korábban mondtam. Túltoltunk Béláim, túltoltunk. Szép, 5 fény. Nice, 5 fény. Kifextem nagyon szép. És legyalogol. Azaz! Ajajaj. Peti elkezdett esetet játszani. A rédek. Aha, megpróbáltam legyen. Slide on head, igen, szép. Ott a first bait. First bait volt. When in doubt, perfect, who chase? Perfect. Perfect. Ah, fuck. A Busterrel. Egy gyors válasz az 1-1. Igen. De ne felejtsük el, ez egy best of 5. Igen. Meg a piszi. Aha. Ember Hawkinson. Hoppá. Nice girl. Nem egészen volt még a földön, amikor betalált a slide head. Ajja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 j
Elutalált. Chip damage. Aha, szegyüli. Akár mit akarsz, ne gyere ide. Szép. De szép a sweep. Aha. Aha, burst. Aha, szépen az ötét. Nagyon szép. Megvan? Igen. Az megvan. Az van. Barni ezeket csinált egyébként az előző meccsein, és hát igen, hát itt tanulta konkrétan. Működik. It works. Ajj, nem jött ki a 6 időben. Ó, nem volt elég közel hozzá. Igen. Termit fel. Meg a fiszkös fel, oké. Meg a fiszkos, meg a fiszkos. Hát, és ott egy szerencsétlen side switch. Szép, a második slide-t nyert. Szép volt. Volt a backdash. Tudja mi jött, igen. Viszont. Szép lett volna. Az előtt kell felkelni. Az vetés tisztában van a dolgokkal. Oj, micsoda PNC volt. Minden. 2 méter, Barninál, ezt lássuk, hogy használja fel. Viszont HP-ja nincs. Igen, viszont ez egy szép counter hit. Talán már Buster range-ben vagyunk Barninak is. Ojjjj, de Peti találta előbb. 2-1. 2-1. Na megpróbáljál megint, 3-e a magyar igazság. Határ. Nem. Még van lehetőség, hoppá! Na most. Csak akkor csináljuk a biztos, nem? Ott van! És elbaszta a side switch-et. Nem is baj. Light head. Legalább kijött a bait, hoppá, még egy buster. Nem jött össze. Meg a fisztó. Fincskölés. Oké.
Oké. Okay. Szerintem az egy dobasz B-ból. És megjön a szobot végé, meg a fűzt. Nem is biztos, hogy elég lett volna a sok scaling miatt. De szép! Confirmálta. Aha, counter hit, sweep-el megvan. Szép, szép. Na, még egy karabaster. Nem meri, nem meri. Dolgozik az egyenlítése Barney, de egyelőre... Aha, late cancel meg a fist. Maradj a sarokba. Aha. Ó. Már mennek a mind game-ek. Igen. Aha. Bá. Garuda. Tudja, hogy kiugorná. Azaz. Épp a bármi. Ne, hát ez nem fog sebezni semmit. Az nem baj, de megvan a side switch. Azt hát mondja, lesz... hogy majd a következő négy hit extended nem jön össze. Ó, de nagyon szépen dokkolt az itt. Aha. Hát nem tudom, én warbreakeltem volna, de hát... Ú, de szép a flip. Az extended world box van. Kicsit óvatosabb mind a ketten, de szép. Ott van a hammerfall, de nem parisolja. Nem egészen jött össze. Flick-flick. Ah, ez másik slide. Garuda. Hát... És a Garuda előtt talált. Trade volt. Trade-elt sajnos. Match point. És tournament point. Ez a koronáért megy. Barney, most kell összekapni magad. Még egy Garuda. Még egy Garuda. Aha, 2-5, ha. Szép a meg a fist. Seg. Air-to-air, jó. Aha. Nem tudom, Feti, mit csinált, de ott. Aha. Ó, ez fájt. Úgy. Nem, megint nem olyan, hogy abban próbálta Feti. Igen. Lehet, hogy ez a meccsre kerül neki. Na, simatta! Az egy Buster ott. Amit elkapott a véka. Slide head. Azaz. Barney számára még elérhető egy burst. Szép van, aki játszik nagyon. Fej mellett. Barney rá van egy burst. Barney rá van a life lead egyelőre. Egy nagyon picivel valóban. Nagyon szép. Most már nem. Meg a fist. Oké. Burst ki is jött. Az egyszeres! Meg a fist. GG's. Ezzel némileg várhatóan. Best QFAB. De... Peti a Potem King! Petit koronázzuk Potem Kingé! Na gyere le most már Spirit-tel is a közösbe. Így is lesz. GG's, mindenki előtt a tornán szerepet, és volna születés. Igen. Köszönöm, nagyon rendesek vagytok. See you on the flip side. 20 fighting game of all time. Hát, gratulálok még egyszer itt Petinek, a Potem Kinghez. Még megy a felvétel oh, egyébként. Geez. Gerinek. Miért csinálni izgalmas volt, hogy most elmegyek WC-re? Félix. Hát, emlékezzünk, Gerinek szülinapja van, úgyhogy... Ne! Tudod, ne! Gató dolgok vannak még. Szerintem azt már lekésted. Hát, boldog születésnapot, Geri! Köszönjük köszönöm a tornamentet, köszönjük mindenkinek, hogy megjelent. Igen. Elég fun volt. Köszönöm, hogy ilyen nedvesek voltatok és megjelentetek. Kövi évben ugyanitt. Úgy is lesz. Viszont el is nem köszönünk. Jó. Találkozunk legközelebb. Sziasztok. Sziasztok. Bye bye.